Köszöntöm Önöket, Rajkó Balázs vagyok. Tudták, hogy Beregszászban van határmenti utca? Egy kicsit poros, de a miénk. Itt lakik Pap Viktória, aki babákat készít, és bár hát ez nem túl férfias dolog, de úgy gondoltam, hogy viszont izgalmas, úgyhogy eljöttünk hozzá, és megismerkedünk a babákkal, a babakészítéssel. Kérem, tartsanak velem! Utaztunk Odesszába, és ott, ahogy jártunk, eltünk, megláttam egy hasonló babát. És mondtam a férjemnek, hogy én szeretnék egy ilyet egyszer. Nem volt varrógépem. Hasonló babát ahhoz, mint amiket mint te amit most én, készítesz. Igen, mint amit én. Tehát pontszemű volt, annyi különbség, hogy nagyon egyszerű elkészítési módja volt, én ahogy így megnéztem. És akkor hazajöttünk, akkor nem volt munkám, tehát olyan munkám, hogy hivatalosan nem dolgoztam sehol, itthon voltam, és hát ez ilyen ősz környéke. És akkor csak így leültem, és kézzel megvartam az elsőt. Ő meg is van, majd megmutatom, hogyha tehát ahhoz odérünk. Képest, hogy egyébként igen. Soha nem szerettél varni, Odesszából hazajöttél, igen. És egyből vartál. És hát egy pár hét elteltével, igen, én úgy gondoltam, hogy akkor ezt most kipróbálom. És most hogy gondolsz a varrásra? Hát most már szeretem. De a babakészítésen kívül mondjuk a gombfelvarrást is szereted? Nem. Tehát azt tudni kell, hogy vannak olyan nadrágok, amiben még ki kellene cserélni a cipzár, de az úgy várat magára. Nem szeretem. Tehát az még mindig így van, hogy azt nem annyira. Olyankor, amikor nem megrendelésre készítesz babákat, akkor például mi inspirál? Mi az, ami alapján eldöntött, hogy most 10 fiút, 10 lányt csinálok? Általában, ha nem megrendelés van, akkor jobban szabadjára tudom engedni ugye a fantáziámat, és azt jobban is szeretem néha. Szeretem a megrendelést is, mert az meg egy kihívás, de hogyha a saját ízlésemet akarom, azt meg megint csak pont ezért, mert ott kiélhetem jobban magam. És hát témakörök vannak igazából, nem tudom, mondjuk cirkusz, vagy a kalóz, attól függ, hát mesék is inspirálnak, ugye hát az internet nyilván, a gyerekek, mert ők is hozzák az ötleteket, főleg a lányom, ő nagyon, tehát ő neki hajlama is van rá, és akkor ő nagyon jó ötleteket tud adni. Mióta foglalkozol ezzel a... Negyedik éve. Igen. Szerinted 50 év múlva, 30 év múlva fogsz ezzel foglalkozni? Hát bízom benne, szeretnék. Én nagyon szeretem. Szerintem itt találtam meg önmagam. Én úgy érzem, hogy ez az enyém. Ebbe ki lehet teljesedni? Én ki tudok, igen. Testanyag. Ez egy ilyen semleges nappal. Igen, igen, ez 100% pamut egyébként. Viszont van a másik, ami a speciális babatestanyag. Ez, megmutatom neked, ez viszont egy picit nyúlik. Látod? Stretches anyag, de én ezt ritka esetben használom. Miért? Nem tudom, ezt jobban szeretem. Jobban meg lehet tömni. Anyagot. Igen, mert azért van egy kis nyúlása ennek, és akkor nem nagyon szeretem, hogyha egy picit eldeformálódik. Nehezebb a formát. Kicsit nehezebb, igen. Aha. Úgyhogy ez a kettő van, amiből lehet készíteni a testet és magát. És hát itt mintát látok, gondolom ezek már a dekoráció részei. Igen, ők már a ruhához, bugyika, nadrág, stb., amit készítek ugye az ahhoz. Ezt teljesen úgy képzeljem el, hogy van a
Naturbaba, és akkor onnantól kezdve, hogy alsónadrág, igen, onnantól kezdve, hogy úgy. Zokni, hogy harisnyakötő, igen, hogy melltartó, ha lányról van szó, igen, a kesztyűnát, minden. Én többnyire fixumhás babákat készítek, amit ugye rávarok, és nem lehet levenni, viszont vannak olyan stílusú babák, ami kifejezetten öltöztetős, ez a piciknek. Ott a haj más, tehát ott festett haj van, ez textilfestékkel készül, és akkor ott teljesen, tehát ott lehet ilyen garnitúrát igazából. Aha. Tehát van például a hajnál festett. Igen. De ha jól veszem ki a szavaidból, akkor te nem nálad inkább a rápakolt? Hát van baba haj. Például, haj, igen, én azt rendelem, muti. Például, hogyha megnézzük ezt a picit, aha, ezek a baba hajak. Tehát ő fix ruhás. Olyan, mint a Barbie babán, amiben, tehát igen, igen, tehát aha, lehet rendelni kifejezetten babáknak előkészített, méterre vásárolt baba hajakat, és akkor én ezt szépen így rárakom, attól függ, hogy sapkában van vagy nem. Aha. Mert ilyenkor a sapkában van rögzítve? Mert hogyha sapkában van, akkor nem rakunk rá annyi hajat itt, hogyha meglátod, aha, akkor itt, tehát így néz ki a hajacska. Tehát ugye sokkal alatt igen, akkor kopaszabban. Hát itt a feje teteje, aha, igen. Viszont van, igen, olyan, amikor nincs sapka, azt, hogyha meg tudom neked mutatni, hát nem, mert ezek mind sapkás. Itt van. Jaj, ez leborul. Leveszem, mert egy kicsit borul. Tehát ez az angyalka például, ő nem sapkában van, ez egy hajdísz, és akkor ezt körbe rakjuk teljesen. Tehát így körkörösen megyünk a hajjal, és akkor így. Úgyhogy van babahaj, amiket többnyire használok, de készítek pamuthajjal is, meg gyapjúhajjal is. Tehát attól függően, és ugye hát vannak a festett hajók. Nagyon szép. Igazából négyféle hajjal. Szabás minta alapján dolgozol, igen, vagy pedig, igen? Igen. Szabás minta alapján dolgozom, mert először, mikor elkezdtem, akkor én is, hát mint a legtöbben szerintem az internet, ott voltak a szabás minták, ingyen letöltöttem, jó, de jó lesz, de nem. Aha. Mert teljesen nem olyan volt, mint amilyet én szerettem volna, úgyhogy igyekeztem a saját stílusomra alakítani, most már olyanok. Úgyhogy én átrajzoltam, illetve vannak szakirodalmak, kifejezetten babavarró szakirodalmak, amiket használok, és akkor onnan. Na, azt meg is mutatom. Aha. Van egy norvég hölgy, őt úgy hívják, hogy Tone Finanger, aha, és neki itt vannak a könyvei, és megmutatom a leginkább forgatott könyvemet, ez aha, a Tilda Baba háza. És akkor ő találta ki a Tilda babát, mint olyat. Először, most ebben nincs, hanem a másik könyvet megmutatom. Tehát ezek az elnyújtott babák, ők a Tilda babák. A kicsit ilyen torz talán? Hát igen, talán. Norvég, úgyhogy ott egy picit ugye másképp, tehát ő mondjuk egy az ólomhatona. Igen. És a balerina. Hát ugye ez egy norvég hölgy, igen, ez egy norvég stíl. Itt Kárpátalján hogy fogadják ezt? Hát szeretik most már, és most már úgy nem is annyira lepődnek már rajta, hogy miért nincs arca például, mert sokan felteszik azt a kérdést, hogy miért nincs arca babának, ugye, mint látod, te is csak pont szeme van. Hát szeme van, hát meg egy kis pír egy van. Egy kis pír, de óra, szája, tehát olyan kifejező. És az miért? Hát ez pont ezért, mert ő is ugye ilyen pontszeműeket használ, illetve Oroszországból ered ennek a babának a története, mert régen ilyen kis védőbabákat, van is egyébként most Ukrajnában, hogyha megyünk be a Kárpátokba, akkor ott újra elterjedt ez a, úgy hívják, hogy motánka, itt van is egy nekem, hát ott itt ezt vettük, voltunk irándulni, és neki sincs arca, hát itt van egy ilyen kis kereszt, de nem volt arcuk egyáltalán régen még. Aha. És ilyen népviseletbe öltöztették annó a babákat, és betették a gyerekek ágyába, mint egy védő szent. Hát nem védő, hát ilyen babonaságból, igen, és akkor ugye nekik nem volt arcuk, és ez védte a gyerekeket. Aha. Innen ered az, hogy nincs érzelem az arcán. Aha. És akkor ez a hölgy, ez a Tone, illetve egy orosz szintén babakészítőt úgy hívják, hogy Tatjana Koni. Hát ötvözte már ezt a Tilda stílust a sajátjával, meg ezzel a motánkával igazából, és csak egy pontszem került, hogy ne legyen érzelem az arcukon. Aha.
többnyire pozitív visszajelzéseket kapok, tehát rögtön az van, hogy hú de szép, és milyen jó, és hogy kell ezt megcsinálni. Úgyhogy nem volt még igazából olyan, hogy most elszörnyűködtek volna például azon, hogy nincs arca, tegyük fel. A fiatal srácoknál szoktam észrevenni, hogy budobabázzák, tehát igen? Ez ugye igen, ilyen már volt, illetve van egy ilyen kis vevőcsalogató babánk, ő a Juci, hát ő egy nagy méretű, olyan kislányom méretű, 140 centis, és őt szokták egy kicsit úgy megbudúzni, igen, vagy hogy ilyesmi. Nem olyan régen voltam, illetve voltunk Visken, egy fajjáték készítőnél. És ugye ott elhangzott az, hogy például a fajjáték az pusztán az anyaga miatt is, a természet közelisége miatt, meg valahogy talán a tartósága miatt is újra nagyon kelendő lett, vagy újra ugye az emberek, a gyerekek, a szülők rámozdultak erre, hogy egy kicsit afelé terelni a gyerekeket. Itt említetted, hogy árba ezek nem az olcsó fröccsöntött műanyag, ezek, hanem egy kicsit minőségesebb az ára is, de azért remélem, vagy gondolom, azért a szülők egy picit úgy is néznek ezekre a dolgokra, hogy kézműves, hogy egyedi, tehát ilyen babája, ez ilyen babája, ilyen angyala, csak annak van, aki ezt a kezébe fogja. Igen, mert egyébként nem tudok még egy ugyanilyet készíteni. Tehát és, olyan nincs. És valószínű, hogy tartóságában is azért, most nem akarom megrángatni, de azért... De megrángathatod. Szóval, hogy tartóságában is bizonyos kereteken belül azért ez egy, majdnem azt mondom, hogy örök darab. Igen, úgy látom, hogy van egy réteg, aki igen, nem, tehát nem mindenki értékeli még. Aha. De van egy nagy réteg, aki nagyon is. Van ebben egyébként akkor... olyan lehetőség? Látsz benne olyat, hogy mondjuk kevésbé díszesebbre, kevésbé költségesebbre, de mondjuk olyan típusú babát, amit úgymond akik az olcsó műanyag babához szokottak, és bevonza? Igen, mert igyekszünk úgy most már, tehát ezen a nyáron már eddig még nem nagyon, ugye hát itt is a szabás mintákat azért azt meg kell csinálni, hogy az olyan legyen. Kisebb méretűeket, vagy mint ahogy te is mondod, hogy nem annyira. Például itt dob az áron ugye a cipő. Mert ezeket a cipőket is rendelem, tehát ezt nem én készítem. Igen. Vannak olyan cipők, amiket már én készítek, tehát már igyekszek azért tanulni ezt is, persze. De hogyha nincs, mert itt vannak ezek a pici babák például, mint ahogy az előbb őt mutattam, ő neki festett a cipőcskéje. Tehát ez csak szimplán igen, ez csak be van festve, ugye ő is kap egy kis bugyikát, kap egy ruhát, és akkor ők, mivel kisebb méretűek, nyilván kevesebb az anyagköltsége, úgyhogy ezeket tudjuk egy picit úgy akkor beárazni, hogy azok felé is elérhető legyen, akik mondjuk egy nagyobb babát nem tudnak esetleg megvásárolni. Meg az a tapasztalat, hogy többnyire születésnap, karácsony, Mikulás, tehát nagyobb ünnepekre szeretik jobban vásárolni ezeket a nagyobb méretű babákat. Magyarországon nagyon sok népviseleti babakészítő mester van, úgyhogy most az ő munkáikat kezdtem figyelemmel kísérni igazából, és volt egy olyan lehetőség, hogy a Magyar Kézművességért Alapítvány hirdetett egy pályázatot, amin részt is tudtam venni a nyáron. Ott nem népviseleti baba volt a babám, amit kiállítottak, hanem második Rákóczi Ferenc és kora volt a témakör, és oda vartam egy ilyen Zrínyi Ilona ruhát egy babán, tehát egy olyan, és ott elmentünk oda a párommal, ott voltak kiállítva, hogy nyilván a többi babakészítőnek a munkája, és azok nagyon megtetszettek, úgyhogy most oda egy kicsit fókuszálnék, igen, hogy tehát az is egy ilyen... Ez egyébként egy ilyen tervnek a megvalósítása az mennyi idő? Tehát, hogy azért ezt ne úgy képzeljem, ugye, hogy mondjuk onnan megjöttetek, és komásnak mondjuk levartál egy matyó népviseletű, vagy egy kalocsait, vagy egy... Hát azért ezek hetekbe telnek. Mert hogy igazán szép legyen, meg igazán
míves legyen és felismerhető legyen, azért az nagyon sok. És ez nem csak az én munkám, hanem ez egy közös munka, Kész Barnabásékkal egyébként. Hát ez még ilyen kicsit titok. Még lehet, hogy Barnabásék se tudják? De ők tudják, hát meg is mutatom neked egyébként, hogy készülünk egy ilyen kis kiállításra. Jó, csak ez itt van fönt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy kitaláltuk a férjemmel, miután hazajöttünk erről a kiállításról, meghirdetett ugyanúgy a Magyar Kézművességét Alapítvány pályázatot, és oda egy olyan témát vettünk alapul, hogy Kárpátalja viseletei, mint olyan. Úgyhogy van egy ilyen Kárpátalja alapom, és ezen fognak állni a babák, attól függően, hogy melyik hova való. Tehát ez ugye, maga... Megyénként, nem, így, mert segítek, tehát így. Ja, igen. És igen. Akkor és ugye vármegyénként fogjuk elhelyezni a babákat, itt tehát azt mondja, hogy is vagyunk, Ung, ugye? Igen, Bereg, Ugocsa, Mára, Maros, és itt lesz a Ruszin. És akkor ehhez együtt munkálkodtunk. Kész házaspárral igazából, mert ők adták nekem a szakmai hátteret, mint olyan, és ennek alapján készültek el ezek a babák, amik majd, tehát ő egy salánki hölgy, egy templomi viselet, és ő majd ide fog kerülni. Ide. Ő pedig mondjuk a Ruszin baba. Hát, úgyhogy most és akkor azt, hogy ennek a motívumai, a varrása, az a Barnabásék... Igen, igazából, tehát, hogy milyen anyagból és milyen jellegű ruhát viseltek annóva. 19. század vége, 20. század eleje, tehát ezt a kort öleljük fel. Ezt akartam kérdezni, igen, hogy ezek... Mert azért voltak ott mások is, és akkor... És van teljes a kollekció? Ő mondjuk egy dobronyi, igen, már készen vannak. Ő egy dobronyi. Dobronyi kislány? Igen. Ő a viski, mert ugye ott hosszabb a szoknya, tehát ott vannak különbségek. Ő a beregi, és akkor itt már például a csizmákat is én készítettem, mert itt fontos. Tehát ez annyiban más, hogy itt nagyon-nagyon oda kell figyelni minden apró részletre. Aha. És ő is egy tehát salánki, csak ő egy fiatal. Ezek talán nem annyira játszóbabák, ugye? Nem. Hanem ezek inkább lisztárgyak? Ez csak, hogy kirakom, igen. Úgyhogy most ezt a vonalat próbáljuk még egy kicsit. Gondolkodtál már azon, hogy mekkora az a baba méret, amit el lehet készíteni? Hát még Jucitól nagyobbra nem. Igazából az ugye... Juci milyen magas? Hát ilyen 1,40, 1,30, 1,40, igen. Tehát mondjuk egy ilyen, ha rendelnék egy 3 méteres Rajkó Balázs babát. Szerintem meg lehetne valósítani. Meg lehetne? Biztos. Csak anyag kérdés. Keménytelen mennyiségű tömőanyag kellene, igen. De megoldjuk. De amúgy meg lehetne valósítani. Megoldjuk. Na, és akkor egy picit át is mennék arra, hogy nem véletlenül mondtam én ezt a nem a 3 méteres Rajkó Balázs babát, hogy van neked a tevékenységi körödben egy egészen érdekes és speciális, egy ennél is még érdekesebb és speciálisabb dolog. Ez mi? Egy picit mutasd be nekünk, ez beszélj egy picit erről. Ezek a hasonlás babák, gondolom arra gondolsz. Igen, csak is. Igen, hát ez is ugye a megrendelőktől érkezett felém először ez a kérés. Ez tényleg úgy volt, hogy megkerestek azzal, hogy nem tudom én, 10 éves lesz a Marika, a kislányunk, és szeretnénk egy olyan babát, igen, aki úgy néz ki, mint Marika. Igen, ez így volt igazából. Elküldték a fényképet, és akkor olyat készítettem, ami azon a képen volt, tehát úgy állt a haja, olyan színű volt a haja, ugye olyan ruhában volt, nyilván nem volt, tehát az arc az marad a pontszem. Az ugyanaz, tehát az mindig ez, igen, néha mondom, kéne ilyet, hogy legyen szája, akkor festek egy kicsit, de igazából nem nagyon. És például a testalkat ilyenkor az is máshol van?
Tehát mondjuk, volt már olyan, mert például férfiaknak, tehát nem csak itt nem csak gyerekekre kell gondolni, mert már voltak felnőttekről is készítettem babákat, ugye. Például volt magyarországi megrendelőm is, hogy a karácsonyra megrendelte magát és a két felnőtt lányát. Úgyhogy, és ugye párokat, azt nagyon szeretik, hogyha párokat eljegyzésre. Tehát mint az esküvői torta tetején, hát igen, a mennyasszony, igen, vőlegény. Volt csak... mennyasszony és vőlegényel, úgyhogy hát sokféle. És például, hogyha férfi babát készítek, tehát nem kisfiút, hanem férfit, akkor ott azért az, hogyha izmosabb, pocakosabb, azért azt igyekszem úgy, az... Az izmosat vagyok? A pocaközet értem. Hát kicsit jobban kitömjük a vállán. Magadon van baba? Nincs. Illetve van egy családi. Az itt, hogyha ide hozhatom neked, akkor megmutatom. Oda megyek én. Mit szólsz? Itt. Jó, gyere. Ez egy nem ezért kép. Ezek mi vagyunk. Aha. Tehát, mert van szoktam... Van ilyen rózsaszín hosszú tűszaknyád? Van. Ruhám. Nagyon jó. Úgyhogy, hát apának ugye bajsza van, mert hogy ő bajszos, hát a többi ott az pedig... Ugye, igen, jó párom. Ők vagytok ti. Ők vagyunk mi. És ugye nemezelni is szoktam a gyerekekkel, hogyha kézműves foglalkozásokra is járok, és akkor ott a nemezelési technikákat, tehát ilyen alap dolgokat szoktunk csinálni, és hát innen jött, hogy akkor ők gyapjúból vannak. Egyébként ez? Hát, ha szereted, akkor nem. Aha. Vannak keményebb időszakok nyilván, amikor egy kicsit úgy rá kell jobban ülni, meg... De az például mitől keményebb? Az például attól, hogy tudod, hogy most egy napon van arra, hogy három babát elkészítsek? Mm. Tehát, hogy az már kicsit ilyen mennyiségi dolog is? Hát én, amikor elindultam, és még most is ez a fő célom, vagy... motiválom, hogy ne legyen tömeggyártás. Igen. Azt nem szeretném, ez mindenképpen. Jó, de azért mondjuk egy fesztiválra nem egy babával mész ki, nem? Igen, hanem tehát az egy kicsit kell egy készletnek mindig lenni. Többnyire elkezdem azért már az ünnepek után, tehát január közepétől azért már igyekszem, hogy lassan, szép tempóban, és akkor olyan szép lesz, nem ilyen feszített tempóban, de persze, ha fogy a készlet, akkor nyilván tölteni kell, és ilyenkor nyáron az egy kicsit, tehát ez egy kicsit olyan nehezebb, hogy ugye kevesebb idő jut a gyerekekre, mert akkor itt ül anya a gép előtt, és akkor azért nem is inkább a babát, mint hogy a kis állatkákat, ugye pici játékokat, mert azt is varrok, plüssöket, tehát ezeket még szeretik, és akkor azt egy kicsit
Azt egy kicsit tömeggyártásban. Bírod ezt te egyedül egyébként? Nem gondoltam hát nem egyedül arra, hogy... csinálom, ez a jó. Na. Mert a párom az nagy segítség benne, annak ellenére, hogy ő nem ebben a... Ő melyik részét hát ő csinálja? A fordítgatós tömögetős részében. Tehát ő a igen, kifordítom. Igen, nyilván, hát persze nem a díszítős részét, igen. Meg hát persze és ő szívesen segít? Nagyon, igen. Aha. Ha van ideje, akkor mindig. Úgyis, mint az Artori vállalkozás képviselője, vagy tulajdonosa, vagy, hogy elértétek már, elérted már a kapacitásodnak a maximumát? Még nem szerintem. Még nem. Még van bennem. Aha. Úgyhogy még azt szeretném egy kicsit, igazából a minőségre szeretnék még jobban rámenni. Tehát, hogy én is fejlődjek olyan szinten, hogy még aprólékosabb legyen az a kidolgozottság, illetve tanulni a szakmai fogásokat, a varázs mikéntjét, mert azért ez, én ugye nem tanultam, csak autodidakta módon, csak így egyedül, és akkor sokat adtak már a könyvek is, de úgy terve van egy ilyen kis továbbképzés, vagy hasonló, tehát én szeretnék még fejlődni ilyen téren is, nem csak így, hogy fesztivál, és akkor itt leragadtam. Kell egy álom, szerintem. Álom? Nekem úgy, én úgy gondolom, hogy igen, hogyha te ezt így eldöntöd, hogy valami olyat teszel le az asztalra, ami mondjuk más nem, vagy nekem ez így jött, hogy van egy cél, amit én szeretnék elérni, és nem egy olyan, hogy most tényleg nem akarok senkit megbántani, hogy egy legyek a többi közül, hanem én szeretnék egy kicsit ebben hogy kitűnni, vagy nem tudom, hogy... És jól gondolom, hogy ehhez a dologhoz mondjuk az anyagiak szintén nem nyomnak latba. Tehát, hogy ezt nem azért kezdted, nem azért csinálod, hogy hú, ebből majd házat veszek, ebből majd autót veszek. Nem. Tehát ez nem is lehet úgy egyébként. Aha, mert... Ez az egyéni kiteljesedésnek igen, a része, igen, ugye? Igen. Nem is volt még olyan, hogy elfáradtál mondjuk közben? Jaj, hát mindig elfáradok, de hogy is nem. Folyton el vagyok fáradva, de amikor értem. Kész van, az azért, ez egy olyan puszta, de ezt nem is tudom elmondani. És amikor mondjuk egy fesztiválon egy gyerek elveszi, a szülő kifizetés boldogan távozik, az hát mit ad? Az még megint egy másik olyan plusz, tehát például tavaly voltunk Romániában, Nagybányán, egy adventi vásáron, és hát ott az engem nagyon, tehát ez egy évre tényleg feltölt, mert ahogy láttam, hogy a 14-15 éves lányok, tehát itt nem kicsikről beszélünk, aha, és ahogy ők oda jöttek az asztalhoz, és úgy, mint tényleg egy 2-3 éves, annyira tudott örülni annak a babának, és hát azt nem tudom elmondani tényleg, hogy az olyan pozitív. Kell egy álom, mert álmodni merni kell. Az álom reményt ad, az álom, ha megvalósult, az valami. Merjünk álmodni. És hajrá, valósítsák meg önök is az álmaikat. We'll be right back.